A két város barátsága a történelem vihara közepette indult el. Konkrétan az 1989-es romániai forradalomnak köszönhetően, mely a kelet-európai rendszerváltozások között messze a legvéresebb volt. A két várost a testvéri szolidaritás hozta közel egymáshoz. Erről így tudósított annak idején 1990. február 2-i számában a Gyulai Hírlap. Amikor megindultak a segélyszállítmányok a romániai forradalom megsegítésére, támogatására, a gyulaiak is eljutottak Csíkszeredáig. A szívélyes vendégfogadás során kölcsönös szimpátia alakult ki a két város vezetői között, és felmerült a baráti együttműködés gondolata. Ekkor hintették el tehát a magjait annak a virágnak, melynek a 20 éves születésnapját ünnepeljük most. Majd a Gyula-Csíkszereda baráti kör 1990-ben megalakult, és évente összejöveteleket is tartottak. A rendszerváltozás viharos időszakában nyilván sem Magyarországon, sem Romániában nem mentek egyszerűen és gyorsan a dolgok, így a bő 3 évvel később már dr. Csedő Csaba és dr. Pocsai Gábor polgármesterek által aláírt együttműködési megállapodást tekintjük testvérvárosi kapcsolatunk hivatalos kezdőidőpontjának. Kedves vendégeink, ilyen születésnapi alkalmakkor mindig elgondolkodunk azon, hogy az eltelt idő alatt mennyit változott a világ. 20 évvel ezelőtt mennyivel többnek tűnt a városaink közötti, amúgy kicsivel több mint 450 kilométernyi távolság. Ezt felelevenítettük a Budrió és Gyula közötti 50 éves testvérvárosi ünnepségünk során is, és megemlékeztünk arról, hogy amikor 50 évvel ezelőtt a két város Budrió és Gyula közötti kapcsolat elindult, két külön világrendszerben éltünk, melyet vasfüggöny választott el egymástól, és még az is kalandoknak minősült, ha egyáltalán valaki átléphette a határt. De ne feledkezzünk el, 20 évvel ezelőtt Románia és Magyarország határán is procedúra volt még csak átjutni is. De átmentünk, mert éreztük, hogy új korszak kezdődött. Új korszak a magyarság életében, és új korszak Magyarország és Románia államközi kapcsolatainak történetében. Mert ne felejtjük el, bár a testvérvárosi kapcsolat mozgalom alapvető célja, hogy a különféle népek tagjait közelebb hozza egymáshoz, jelen esetben van egy szívünknek kedves többlettartalma is a két város Gyula és Csíkszereda kapcsolatának. Az egymásra találás a magyar nemzet tagjainak, testvériségének megélése. Kedves gyulaiak, Gyula testvérvárosainak meghívottjai, tisztelt székely atyámfiai, polgármester úr, képviselő úr, volt és örökös előjárók, kapcsolatunk mindenkor építői, kedves barátai. Öregedő félben vagyok, így aztán ilyenkor az ember szívesen emlékszik vissza megboldogult legénykorába. Történt, hogy egy szeptemberi reggelen korán keltünk Nagyváradon, felültünk a biciklikre, rendőri kísérettel átléptük a határt, a túloldalon szintén rendőri felvezetés vár bennünket, és elindultunk Budapest irányába. Az első stációnál, amikor reggelizni álltunk meg, hozzánk társult úgy hirtelen, teljesen váratlanul néhány fiatalember. A bennünket kísérő mikrobusz lámpájára felkötöttek egy zászlót. Ekkor én megkérdeztem, hogy mi ez a zászló. Ilyen világos kék volt, mint az asztalon bal oldalon lévő. És azt mondták, hogy ezen, ami fontos, minden rajta van.
aztán felültünk a kerékpárra. Kiderült, hogy ők gyulaiak, hallották, hogy erdélyi fiatalok kerékpároznak Strasbourgba az ifjúsági karaván név alatt az oktatási jogokért tiltakozásképpen, és úgy gondolták, nekünk legalább egy szakaszon mellettünk a helyük. Így kerültem én kapcsolatba Gyulával, és ezt már soha senki el nem tudja venni tőlem. Azt gondolom, hogy eme bő 20 esztendőnek pontosan ez a legszebb vonatkozása. Sokan vannak itt a teremben, akik belülről fakadva, belső indítatásból álltak oda az ügy mellé, építették, segítették ezt. Önzetlenül nem a név, hanem az érzés volt a fontos. Nem a köszönet, nem a fizetség, hanem hogy segíthettek, hogy nem esíthették el a folyamatot. Kedves barátaim, a székely ember azt mondaná, hogy ez valami nőies ügy lehet, hiszen mi nálunk nem ildomos pontosan a napján ünnepelni az évfordulót a nők esetében. Ugye amikor egy nő 40 éves, akkor azt mondjuk, hogy 28, mikor 60 éves, akkor azt mondjuk, hogy 45. Ez a kapcsolat is, a tavaly volt igazán 20 éves, most már 21 is lehet, és most ünnepeljük a 20. esztendejét. De én pontosan azt gondolom, hogy ez a kapcsolat attól nőies, mert nagyon sok gyöngétség, nagyon sok érzelem, nagyon sok egymásra figyelés van benne. És az a tény, hogy eme Gyula és Csíkszere, Csíkszere Gyula viszony épült, erősödött, izmosodott. Annak dacára, hogy én ma holnap, két hónap múlva 10 éve vagyok polgármester, és most vagyok először a gyulai városházán, ez ismét mindent elmond. Én azokat a kapcsolatokat szeretem testvéri településekkel, amelyek, ha mi nem veszünk aktívan, nem erőltetjük, még jobban működnek, mint hogyha erőltetnénk. Ez a gyulai kapcsolat ilyen, mert ezt nem az előjárók álmodták meg, hozták létre valamiféle személyes, önigazolási okból, célból kifolyólag, hanem az emberek voltak, akik ezt elindították, akik építették, és meggyőződésem, hogy építik tovább.